Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. A mai műsorba városunk egyik kiváló programszervezőjét, Kanizsai Ákost hívtam, akit szeretettel köszöntök. Szervusz, szívi, köszöntök. Örülök, hogy végre beszélgethetünk. Az egyik apropóját a sok közül az adja a mai beszélgetésnek, hogy közeleg az esküvő kiállítás. De ne rohanjunk azért ennyire előre. Egy picit szeretném, hogyha a nézők jobban megismernének a te neved. Hát nem tudom, majd te elmondod, hogy hány éve beírta magát Fehérvár történelem könyvébe akár. Aranyos, hogy köszönöm. Tehát nagyon, nagyon sokan találkozhatnak veled, sokféle oldaladról ismerhetnek. Igen, hát 2003-ban kezdtük el ezt a kulturális programszervezés témakört, és hát azóta is töretlen lelkesedéssel és kedvel csináljuk. Gyakorlatilag egy picit ugye megakadt ez a dolog az elmúlt pár évben, illetve szakaszossá vált a munkalehetőség, de gyakorlatilag akár a nyár, akár az őszi teremben lévő programok mind mehetnek. Honnan indult ez? Te egy naptárral a kezedben születtél, és már ott jegyezted, hogy melyik egy nagyon érdekes dolog. Időpont hogyan van? Én teljesen más dolgot csináltam, én építésvezetőként dolgoztam korábbi években, és aztán volt egy nagyon érdekes törés, emberileg nagyon nem megutáltatták velem szegény építőipart. Maga az építőipart csodálatos és gyönyörű, és mai napig is csinálnám, hogyha olyan emberek dolgoznának benne, akik... Erről lehet egy picit részletesebben tudni? Ja, nem szeretnék nem beszélni. Szeretném. Csodálatos embereket ismertem meg az építőiparban, de megismertem az árnyoldalát is, és lehetséges, hogy nekem túl magas az igazságérzetem, és nem mindent vesz be a gyomrom és a lelkem, és ezért akartam váltani egy teljesen más irányba, és úgy hozta sors, hogy bejött. És ez hogy jött így? Azért ez egy elég nagy váltás. Hát nézd, a szervezés az ugye mindig közel állt az ember életéhez, hiszen egy dolog, hogy egy építést szervez, vagy egy programot. Emberekkel nagyon szerettem dolgozni, mindig is, csak nehéz emberekkel nem. Így vállalkozóként az ember meg tudja válogatni azt, hogy kivel szeretne dolgozni, és hogyha ilyen emberek, és ha jó emberek veszik körbe, akkor sokkal könnyebb minden. Emlékszel az első ilyen lehetőségre, amikor mondjuk egy programot meg tudtál szervezni? Jesszusom! Voltak céges rendezvényeink is, akkor nagyon sok, több nagyobb fehérvári cégnek is, multinak is csináltunk családi napokat, karácsonyi vacsorákat, de aztán hamar jött ez a kulturális szegmens koncert képében. Hát én annak idején ugye egy Cotton Club Singers, egy Krisztál koncert, egy Irigy Hónai Mirigy koncert, amit még a leges legelején 2004-ben, 5-ben, 6-ban. Igen, ezek szép emlékek, igen, abszolút. Mi kell ehhez egyébként? Tehát nyilván az, hogy tudjál szervezni, rendezkedni, kapcsolatrendszereket kialakítani, ahhoz azért kell egyfajta egyéniség, de mi minden kell ehhez, hogy mondjuk mondjuk ha én bele akarnék vágni most, hogy rendezvényt szervezek, akkor milyen tippet tudnál adni? Hát ha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, és nem lehet szerintem semmit sem, akkor mondanám azt, hogy internet, telefon és laptop, de ez nem igaz. Biztos, hogy érzék, nyilván. Biztos, hogy kell óriási nyitottság, biztos, hogy kell az önbizalmathoz az elején olyan munkák, amik bejönnek és sikert hoznak. Egy nagyon kedves építőiparos barátom szokta azt mondani, hogy az ember önbizalmát a sikerei hozzák meg, és azóta is tartom magamat ehhez, így van. Tehát kellenek a sikerek, kellenek, hogy jól éld meg a sikereket, és ezzel mindig olyan önbizalmat pakolsz magadra, amivel sokkal jobb kedvel vágsz neki a következő programnak, és aztán lehet lépcsőzeten módon építkezni fölfele, és aztán elhagyni az egész apró dolgokat, és aztán bízni önmagadban, hogy ez is fog menni, aztán így tovább. Tehát mindig egyre többet, egyre nagyobbat szeretnél szervezni? Én azt gondolom, hogy igen, de hát ez benne van az emberben, a szebbre és a többre és a jobbra vágyódás. Csak nekem valahogy az jött be az évek alatt, hogy igen, ez a lépcsőzetesség, hogy szépen lassan menni fölfele, nem kell rögtön ugrani szinteket.
És azzal, hogy mondjuk a sikerhez kell azért kudarcot is megélni. Voltak ilyenek, amikor azt mondtad, hogy akkor, mert nyilván az ember tanul azokból a hát elvétett hibákból, amiken mondjuk megy tovább. Hát képzeld, Szilvi, hogy én próbáltam visszaemlékezni nyilván, és a hál' Istennek az egy kezemen össze tudom számolni az elmúlt X évben, hogy hány olyan rendezvényem volt, ami nem jött össze. Mit jelent az ilyenkor nálatok, hogy nyilván nem jön anyagi. Össze? Nyilván anyagi. Érdekes, hogy ugye szakmai sikert elérsz egy ilyen rendezvénnyel, ha megvalósul. A legtöbbször egyébként leülünk és megbeszéljük otthon, hogy ezt elengedjük, és amit már belefetszöltünk, az hadd menjen, vagy pedig megcsináljuk, mert annak a akár kevés embernek is, akik ott vannak, azoknak egy élményt adunk, és ők már úgy fognak innen eltávozni, hogy nem fizettük nekik egy árat, mert megtartottuk a rendezvényt, nagyon jó volt a rendezvény, mert érdekes módon hittünk a rendezvényben, hitelesek tudtunk lenni velük szemben, vagy nekik, akik szintén hittek ebben a rendezvényben, eljöttek, megnézték, végig tombolták, végig élvezték, és gyakorlatilag jó szájízzel távoztak. Ha ezt tőlük megvonjuk, vagy elvesszük, akkor még az is, akkor még van egy ilyen erkölcsi a manóba, hogy nem igaz, most ez se jött össze, és még ők se érezték jól magukat, hogy sokkal inkább engedtük el ezt az anyagi részt, mert azt mondtuk, hogy oké, ez most akkor nem kenyérre kell, tartsuk meg, de ez a pár ember, ez érezze eszméletlen jól magát. Uh-huh. És lehet, hogy ennek köszönhetően sokkal inkább bíznak bennünk az emberek. Többes számban beszélsz. Hát már a feleségemmel csináljuk együtt. Ami azt jelenti, hogy egy hátország van melletted, mögötted. Igen. Aki ugyan nem szeret a reflektorfénybe lenni, de elképesztő háttérmunkát végez. Igen. Ez nagyon, nagyon szerencsés vagyok ebben a helyzetben is, hogy egyrészt egy nagyon jó ötletgazda tud lenni. Nagyon sokszor tudja kívülről úgy látni a dolgokat, ahogy én nem, mert én annyira benne vagyok, adja az ötleteket, és én aztán felcsillan a szemem, és már nyúlok a telefonhoz, és már dolgozunk. Akkor jól kiegészítitek egymást ezek szerint. Igen. Amikor szerveztek egy rendezvényt, akkor mi alapján választotok? Mondjuk gondolom ennyi idő után már azért a kapcsolatrendszer az jelentősen közbeszól, de mondjuk ha valami újdonságot akartok kitalálni, akkor mi alapján szelektáltok, mi alapján gondoljátok azt, hogy mondjuk ez a program jó lesz a fehérváriaknak? Például most mondok egyet, itt a Csernus. Rengeteg előadása van, és ő egy nagyon megosztó személyiség. Mégis nagyon, szerintem teltházasak ezek a rendezvények. Korábban dolgoztunk vele is, illetve nagyon sok pszichológiai eldást is csináltunk. Annak ér, igen, szerintem jó páron talán találkoztunk is. Az egy olyan érdekes volt, hogy talán egy családi vita hozta életre gyakorlatilag azt, hogy egy olyan pszichológiai eldás sorozattal kezdjünk el foglalkozni, ami ugye későbbiekben a Nyitott Akadémia lett. És gyakorlatilag hoztuk le Fehérvárra ezeket az őrült nagy koponyákat, akik nagyon jó pszichológiai tanácsokkal látták el gyakorlatilag a nézőket, akár tínédzserkori dologról van szó, akár párkapcsolati, akár bármilyen kudarc az életben. Ezek egy nagyon jó része volt az életemnek, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus volt, de lapoznunk kellett, és nyitni más dolgok felé. Én bevallom őszintén, hogy nagyon, nagyon szeretem az újdonságokat, nagyon nem szeretek tehát olyan langyos vízben élni. Szakmai, nem csak hogy szakmai kihívások, hanem azt gondolom, hogy én magam sem megyek el a 10x-edik ugyanilyen rendezvényre, hanem igenis meg kell újulni, akár egy gyerek előadásban is. Hozzáteszem, nagyon nehéz, nagyon jó minőségi gyerekelőadást lehozni, mozgatni, találni. De van egy nagyon jó sorozatunk, egy bábelőadás sorozat, nagyon szeretünk az előadókkal dolgozni, de igenis kell váltanunk újdonságokkal, vagy akár egy nagyon régihez visszanyúlni. Nagyon jó példa volt, január végén volt egy élőszerbelős gyerekelőadásunk, ez az Aladdin volt, ahol egy nagyon régi korábbi kapcsolatunkat elevenítettük föl színházzal,
És aztán, amikor vége volt az előadásnak, akkor elkezdtünk vele beszélgetni, és mondta, hogy hú, de Ákos, nekem van egy nagyon jó darabom, amiben én szerzőként vagyok bent, és ezt tudom ajánlani neked, és ma este gyakorlatilag Anikóval rá voltunk adtam az internetre, és már néztük is, és úristen, hű de jó, aztán felvettük a kapcsolatot az előadókkal, és már gyakorlatilag aláírt szerződésünk van velük. Uh-huh. Őszre. Tehát már ennyire előre kell nekünk gyakorlatilag termelnünk, gondolkodnunk. Uh-huh. De például itt van az Alma, vagy a Halász Judit, megunhatatlan. Nem tudom, Halász Judit mennyire... Nehezen mozgatható már ő. Megy még. Ő nehezen mozgatható, és ez egy nagyon érdekes dolog, ebbe is váltani kell. Azért az elmúlt x év alatt számtalan generáció nőtt fel, és nem mindenkinek felel meg a régi. Gyakorlatilag hiába hiszek benne, napok óta vagy hetek óta jár a fejembe egy nagyon érdekes videót láttunk meg az interneten, egy több gyermek előadó, gyerekkoncert előadó, gyerekzenekarok összefogtak és csináltak egy nagyon jó pofa montást, egy egyveleget, talán 20 zenekar benne van. És megláttam a végén Levente Pétert. Levente Péterrel imádtam dolgozni. Az egyik legtündéribb ember az előadók közül, én azt gondolom. Nagyon kedvelem, nagyon szeretem őt, de nem tudjuk már megmozgatni a mai fiatalságot ő rá annyira, hát amennyire kell. Ez a mi gyerekkorunkban. Kell. Mert ez a mi gyerekkorunk. Igen. Így van. És váltani kell, meg kell újulni. A mai gyerekek a mai gyerekeknek sokkal magasabb az inger küszöbe. A televíziózásnak húzom fel az orromat, sajnos a televíziózásnak köszönhetően. Mi egyébként nagyon visszafogottan nézetünk a gyerekekkel tévét, egy abszolút nem, hanem inkább csak az interneten egy-egy kedvesebb mesét nagy ritkán, de így is észreveszünk rajtuk, hogy azért ez nem mindig kell. Szóval elég az hozzá, hogy nagyon-nagyon újdonság kell már a mai gyerekeknek. Persze a szülőknek kell eladnunk, hiszen ők ülnek az internet előtt, ők mennek az iskolákba, óvodákba, és viszik a gyerekeket, és látják meg a plakátot, tehát őket kell megragadnunk, de a mai anyukák, a mi gyerek közönségünk anyukája, azért az igen, 27, 8, 9, 35 évesek, tehát alattam vannak. Ebben ugye én szerencsés vagyok, hiszen Anikó 12 éve fiatalabb nálam, tehát őróla beszélünk, uh-huh. őróluk, és ő tudja, hogy mi kell. Uh-huh. És igen, más, meg kell újulni. Egyszerűen sajnos elhagyjuk már a régi nagyokat. No, és hát meg kell újulni, ugye műsorunk elején mondtam, hogy beszélgetni fogunk akkor az idei jubileumi esküvők kiállításról. Hát szerintem ez egy fantasztikus megújuláson ment keresztül ez a rendezvény már hát a 20 év alatt. Igen. Ha csak a számot említjük. Most volt egy hosszabb kihagyás, és akkor most újra lesz ugye most szombaton. Így van. Úgyhogy erről mindenképpen kell, hogy szót ejtsünk. Egyáltalán az egész esküvőszervezés, az hogy jött a ti életetekbe, illetve a te életedbe még akkor? Igen, mert akkor még kisgyerek volt a feleségem. Gyakorlatilag ez egy nagyon érdekes dolog. Részt vettünk egy esküvőkiállításon a szakma többek között, tehát mi is, mint rendezvényszervezők, és úgy éreztük, hogy ez a kiállítás, tehát többen magammal voltunk együtt, úgy éreztük, hogy valahogy ez a minőség ez nem minket takar, tehát ezek nem mi vagyunk, nekünk valami más kellene. És aztán összefogott a szakma, és gyakorlatilag létrehozott egy másik, bizalmat szavaztak nekem, gyakorlatilag, hogyha megyem vagyok a szervező, akkor csináljak egyet. Az akkori Novotelnek az igazgatójával közösen leültünk, és megtaláltuk a közös helyszínt, ez a része adott volt, vagy adott lett. Azóta sem hagytuk el gyakorlatilag a Novotelt. Ez gyakorlatilag majdnem a nyitásával egy időben történt a Novotelnek, tehát ez nagyon, nagyon friss dolog volt. És gyakorlatilag ez már aztán az egyik év hozta magával a másikat. És nőtte ki azzá, ami gyakorlatilag. Az elején még egynapos volt a kiállítás, aztán lett kétnapos a kiállítás. Így van, nagyon-nagyon sokáig kétnapos volt. Aztán előhívta a szakma az őszi kiállításokat,
és abból is párat meg kellett csinálnunk. Így gyakorlatilag volt egy ilyen január-február közeli, úgymond téli esküvő kiállítás, és aztán egy ilyen november, október végi, november elejé gyakorlatilag az őszi kiállítás, mert annyira kitolódott már az esküvői szervezés is, hogy a szakma azt mondta, hogy hát január-februárban nekik már a legtöbb naptári napjuk már tele van. Hozzuk egy kicsit korábbra a kiállítást, ugye feltettük a kérdést, hogy akkor ne legyen január, de, mert a január meg mindig kell. Még mindig nagyon érdekes, hogy a karácsonyi leánykérések száma az még mindig óriási Magyarországon, ez volt, még mindig megmaradt. Így gyakorlatilag maradt a január-februári dátum. Most az elmúlt két évben volt egy kis szünet, nyilván mindenki számára ismert, hogy miért, de ezt már nagyon várta a szakma. És ahogy észrevesszük, a látogatók is. Tehát ők is inkább kitolták az esküvőjüket. Tehát, hogyha ők szeretnének nagy bulit, akkor csináljuk meg nyáron, hopp, ha nincs dátumunk az idénre, akkor csináljuk meg inkább jövőre. Ilyet egyébként elképesztő, hogy ezt olvastam más helyeken is, hogy inkább kivárják, és azt mondják, hogy egy-két évet tolunk rajta. Igen. Ez nekem furcsán hangzik, de mondjuk lehet, hogy egy kapcsolat az alatt megérik arra, hogy ténylegesen komolyan váljon. Még akár jó is jöhet ki belőle az ifjú pár, igen, hiszen azért két év együttélés, pláne a mai világban komoly terhet ró mindenki számára lelkileg, pszichésen. Én azt gondolom, hogy ez csak jót tesz a kapcsolatnak. És itt vagyunk mi, és akkor lehet jönni, és akkor össze lehet kötni az életet. Na, egy picit mondjunk egy-két szegmensét egy ilyen kiállításnak, hogy ki az, akit ma Magyarországon megtalál az, aki házasulni készül, mert ugye tényleg az egész repertoár megtalálható nálatok, de mégis mi minden? Nyilván, szoktam mondani, hogy ez egy piac gyakorlatilag a adott témakörben, és ezt nagyon szeretem is hangoztatni, nem egy kiállító van kint, hanem ha lehet, akkor minél több. Hiszen más a személyisége egy-egy fotósnak, az éttermek különböző helyszínek, különböző stílusúak, a cukrászok különböző módon sütnek, főznek, a dekoratőröknek különböző szintén a stílusa. Tehát gyakorlatilag én azt szeretem, hogyha kijön egy látogató, kijön az ifjú pár, és megtalálja hozzá leginkább közel álló személyiséget először a kiállító képében, és aztán találkozik a beszélgetés kapcsán mélyebben a szakmaiságával, és aztán el tudja dönteni, hogy őt választja vagy sem. Nyilván még mindig közben szólhat a dátum, hiába szimpatikus az illető, hiába van szakmailag egy magasabb szinten, hogyha az adott dátum az nem szabad nála, de hát ez benne van a pakliba. Ezért is fontos, hogy gyakorlatilag minél több előadó a szakma részéről helyet kapjon a kiállításon. Ha jól tudom, akkor most ilyen 40 körüli kiállítótok lesz. Ebben mondjuk az előző két éves szünetet tekintve az előzőekhez képest mennyiben lesz más, mennyiben lesz új? Hát mindig jönnek újabb dolgok. Most gondolok itt arra, hogy például a drónos felvétel például ma már hozzá tartozik talán nagyobb szabású esküvőhöz. Hogy milyen olyan újdonságok vannak, amivel most találkozhatunk, és mondjuk korábban nem? Az újdonságok nem csak egy-egy technikai vívmány kapcsán jönnek elő, hanem maguk a kiállítók, maguk a szakma is minden egyes részen megújul. Ők is, ugye visszakapcsolódok egy kicsit a dologhoz, igen, mi is meg kellett, hogy újuljunk, és mindig újdonságokat kell hoznunk az embereknek. Ez akár érthető egy sütésre is, egy süteményre is. Szokták mondani, hogy hát mi már nem szoktunk ilyen nagy tortákat csináltatni, hanem inkább ilyen kis desszerteket. Pár évvel ezelőtt találkoztam először, hogy valaki úgy fogalmazott, hogy ő desszertasztalt készít. Tehát, hogy vannak olyan fiatal párok, akik már nagyon szeretnének elrugaszkodni a hagyományos dolgoktól, a régies dolgoktól, nem azért, mert feltétlenül, mert rossz, hanem mert ők valahol látták ezt, megtapasztalták, és nagyon pofának tartották, és nyilván az ő esküvőkön is ezt szeretnék megvalósítani. De ez akár a dekoráció, akár a gyűrűk, akár a szertartás vezetés gyakorlatilag a... Na hát ebből is ma már nagyon sokféle... Így van, tehát hogy mondjuk ceremóniamester vesz részt az esküvőjükön, nem pedig vőfély. De a vőfélyek elképesztően sokat adnak, még a mai napig is
a világnak. Én nagyon kedvelem őket, hiszen egy nagyon régi magyar hagyományra épül, még mondjuk ugye a ceremóniamester egy sokkal modernebb dolog, de mind a kettő nagyon is jól elfér egymás mellett. Tehát visszatér, hogy nem csak a technikai vívmány újul meg a drón képében, mondjuk egy esküvői fotózás kapcsán, hanem a szakma minden egyes pontja. Egy-egy ilyen kiállításon ugye hát a menyasszonyok ugye nagyon szeretik látni a ruhákat, hogy mik a trendek. Igen. Mennyire változik ez így az évek alatt? Mert azért a klasszikus fehér ruhát szerintem mindenki szereti, de mondjuk én láttam már olyat is, aki mondjuk nem az első esküvője volt, hanem a második, és egy piros-fekete menyasszonyi ruhában ment férhez. Szerintem ez abszolút egyéne válogatja. Szokták mondani, hogy a szülői hatás még mindig erős. Igen, rászólnak, hogy édes kislányom, ez már a második házasságod, mégsem illik mondjuk fehér ruhába menni. De nagyon sok esetben a férnek van második házassága, és nem a lánynak. Így gyakorlatilag ez szerintem abszolút egyéne válogatja. A ruhák azok mindig a lányok nagy kedvence. Hiszen, és mi is nagyon fontosnak tartjuk a kiállításunkon is a ruhabemutatót. Ez egy nagyon vonzó része a kiállításnak, és minden fórumnak. Mert a lányok ott igazi királynők szeretnének lenni. Megtalálni a saját ruháját, az pedig a szalon óriási segítséget nyújt. Tehát ők nagyon, nagyon jó pszichológusok. Én azt látom. Uh-huh. Mert ugye régebben azért voltak visszafogottabb modellek. Most meg már azért tényleg annyi félét lehet látni, de a férfi ruhákban is én azt láttam, hogy mintha abban is nagyon sok változás lett volna így az elmúlt 10 évben, mondjuk. Biztosan így van, de itt is a A-tól Z-ig minden megmutatkozik. Megmutatkozik a lezsel elegancia. Én azt gondolom, hogy akár csak a saját esküvőmből indulok ki, egy május, egy június, egy júliusi időpontok annyira melegek, hogy egy zárt ing nyakkendővel hozzá egy mellény és még a zakó, hát ember legyen, vagy férfi legyen a talpán, aki ilyenkor elviseli magán, ha nem kell 3-szor inget cserélnie. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe is el lehet engedni. Tehát a sportosan elegáns külső az nem feltétlenül degradálja le az eseményt. Hiszen, hogyha mindenkivel ez van megbeszélve, a gyerekek, alkalmi cipő, egy nagyon jó öltönynadrág, világos vagy sötét, ezt rátok bizom, és egy ing, de nem kell nyakkendő. Ha ezt megbeszélik, akkor ez tud borzasztóan elegáns lenni. No, beszéltünk arról, hogy számos kiállító lesz, és lesznek bemutatók. Mi minden vár még akkor most szombaton a Novotelben a kilátogatókra? Ez a 2 év szünet, ez biztos nagyon-nagyon sok dolgot fog majd hozni magával. Hirtelen akartam kimondani ezt, hogy letépték a láncukat a rabok, gyakorlatilag kiszabadulnak erre a kiállításra. Nagyon várja a szakma is, és nagyon várják a látogatók is. Hál' Istennek olyan visszajelzések jönnek, hogy a Novotel les esküvő kiállítás az már egy ilyen etalom Fehérváron. Ettől kezdve a fiatal párok ezek már tudják, vagy ők már tudják, hogy ez lesz. És készülnek rá, nyilván a reklám hetekkel, hosszú hetek óta már megy, tehát gyakorlatilag erről a mind a szakma, mind a látogatók tudnak már, és mindakik levetették láncaikat, jönnek és találkozhat végre a kiállító a látogatóval. Hogy ne csak az esküvőkről beszéljünk, ugye most tényleg, ahogy mondtad, mindenki várja már, hogy kiszabaduljon, és hát nyilván mindenki várja azt, hogy egész év során számos rendezvény legyen a városban. Mi az, amit még így a műsorunk végén el tudunk mondani, mi mindenre számíthatunk idén, hiszen még nagyon az év elején vagyunk. Igen, mi nekünk szervezőknek gőzelővel kell készülnünk az egész évre. Mi nagyon előre látunk, és előre is kell néznünk, hiszen gyakorlatilag a szervezések hónapokkal előzik meg magát a rendezvényt, és abban a pillanatban, hogy gyakorlatilag le van focizva minden helyszín, technika, előadó, és kidobjuk a jegyeket értékesítésre, ettől kezdve persze nem ülhetünk hátratett kézzel, vagy ölbetett kézzel, de gyakorlatilag
letudtunk egy részét, és tekinthetünk a következőre előre. Így gyakorlatilag nálunk a nyár az szerintem hetek kérdése is teljes mértékben összeáll. Évek óta dolgozunk a Fehérvárcsurgai Károlyi kastéllyal. Minden évben ott vagyunk 2-3 nagyszabású programmal, szabadtéri színpaddal, nagyszabású rendezvényekkel, és az idén is így lesz gyakorlatilag. De hogy még előrébb tekintsük, gyakorlatilag a 2022 őszi, tehát szeptembertől kezdődő programjaink is már nagy mértékben összeálltak. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. A most előttünk álló hétvégéhez nagyon sok sikert kívánok, köszönöm. És reméljük, hogy majd a híradásainkból be tudunk mi is arról számolni, hogy tényleg nagyon látogatott volt, és hát jöjjenek be a hozzáfűzött várunk mindenkit szeretettel, reményeitek. Köszönjük szépen, igen. És hát várunk majd egy legközelebbi alkalommal is. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, Kanizsai Ákos volt a vendégem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra.